Együgyű misó Egyszer volt, hol nem volt, magam sem tudom hol, de volt valahol ezen az élő világon egy ember, akit a sok bolondoskodásáért hol együgyű miskának, hol együgyű misónak nevezték. Amire ugyan rá is szolgált, mert noha már felesége is volt, soha egyebet sem tett, mint sült bolondságot. Egyszer, hogy, hogy nem, Két tehenet szerzett ez az együgyű miska. Fogja is berögtön a teheneket, s megy ki velük az erdőre fáért. Meglát hamarosan az erdőben egy gyönyörű nagy szál cserfát. Ezt viszem haza, mondja, ebből bezzeg lehet majd tüzelni. Azzal a fa alá a teheneket a szekérrel, azért, hogy amint ő a fát kivágja, a fa dőljön egyenesen a szekérre. Mert minek kínlódjék az ember még avval is, hogy széthasogassa a fát, s darabonként rakosgassa a szekérre? Jól van, vágja, vágja, végül szerencsésen ki is vágja a nagy szálfát, és a fa rá is dőlt a szekérre, pedig akkor az uhanással, hogy szekeret tehenet, mindent úgy szétlapított, mint egy lepényt. Hely, vakarja a fületővét egy mit tegyen ő most? Hát, hogy üres kézzel mégsem menjen haza, vette a fejszéjét, meg a szekérkötő láncot a karjába, s úgy indult haza. Útközben közben elért egy tóhoz. Mit lát a tóban a között? Három vadrucát hogy a feleségét a két tehénért kibékítse, azt gondolta, a fejszével agyon dobja a rucákat. De a rucák elrepültek, a fejsze a vízbe csuppant, s azzal az is oda. – Na már most hogy vegye ki onnan? – gondolta. – Csak nem megy be a vízbe egy semmi fejszéért. – Ne te ne! – kúrjant fel észbe kapva, a homlokára ütve. Mégis csak van itt tész. Veszi a láncot, a fejsze után hajítja. Egy dolog véget még kár volna, de a kettő már csak megérdemli, hogy a vízbe menjen. Gondolta azt is, a lánc majd ráütődik a fejszére, s így megmutatja, hol kell keresni. De a lánc egyet se koppant, csak úgy a vízbe csoppant akár a fejsze. Hát erre már nagyon méregbe jött Miskó most csak azért is megkoppantalak én mind a kettőtöket! – kiáltotta dühösen. Volt a zsebében húsz ezüst huszas, előkapta nagy bosszusan, s egyiket a másik után a tóba haigálta, hogy valamelyik csak rákoppan a fejszére. – De bezzeg, hogy csak nem koppant! – Aj, átkozódott szertelem méreggel, Miska! – csak azért is kiveszlek te fejsze onnan nagy ízibe nekivet kőzött, behatóba. Öreges mire a keresést elunta, s meg is fázott. Hát kijött, hogy felöltözzék. Igen, csak hogy amíg ő a tóban űzte a hóbortját, a ruháját a kutyák elhorták a partról, mesztelenül kellett hazamennie. Vallatóra fogta otthon azonnal a felesége. Mit tehetett más szegény Miska? Csak elbeszélte, hogy mint járt aznap, Hát attól olyan méregbe jött az asszony, hogy előkapta a laskasírítőt, s úgy elagyabugyált a szegény Miskát, hogy elég lett volna az ütés számolni, is, nemhogy tűrni. Reggelre kelve pedig az asszony feltarisznyálta, s iskolába kergette az urát. Hogy talán egy kis ész tudnának verni annak abba a buta fejébe. Amint ment Miska az iskola felé, hát egyszer csak íme, Talál az úton egy nagy tarisznya pénzt. Szalad vissza azonnal nagy örvendezéssel, hogy mégiscsak szereti őt az a jó Isten, mert bezzeg, hogy helyreütötte az ő tegnapi károsodását. Keresi azon közben a pénzgazdája az elveszített pénzét, s Misóval is találkozik. Kérdi tőle, hallja-e, nem talált erre az úton egy tarisznya pénzt? Azt mondja Miska, de igen is találtam, Épp akkor, mikor először mentem az iskolába. Dübe jött a szegény káros, mert azt hitte, hogy csúfolódik velem Miska, s jól ellazsnakolta a hitvány Miskát. Telt, múlt megint az idő. Azt mondja egy vasárnapra kelve az asszony Miskának. Hallja-e, apjuk, én elmegyek a templomba. Amíg haza nem jövök, ügyeljen arra a szálkolbászra a lábasban, meg arra a Nehogy oda süljön, vagy elégjen. Jó. Odaült a tűzhelyhez Miska. Forgatja a kolbást, s csipegeti, s forgatja a káposztát, s csipegeti abból is a húst. Addig vette, addig csipegette, ette a lábasból a kolbást, fazékból a húst, amíg mind el nem csipegette. Úgy jól lakott akár egy esperes. – Aúny! – nyújtózott egyet együgyű misó, mikor már kész volt a nagy gyomrozással. – ígyünk is rá, ne csak együnk! Ment hát le a pincébe borért. Megnyitja a csapot. Hát abban a percben ott látja a kutyát is maga mellett. Mit keres ez itt? – Ejnye, hogy a farkasok rágjanak meg! Nem viszed el a hírt a szomszédba, hogy mit csinálok, de még asszonyodnak se árulsz el! – rikkantott rá Misó. – Mit vágjak hozzád? – Aval kikapta a csapot a hordóból, s azt hajította utána a kutyának. Hiszen a kutya el is futott nagy vonítva, hanem a bor is mindegy cseppik kifolyt a hordóból. – Ejj, ejj, hogy tettem ilyen bolondot? – vakarta a fülét nagy sopánkodva Misó, amint meglátta, mit csinált. – Hanem hát ember téved – gondolta – de ember is teszi jóvá. Neki látott újra a tennivalónak, kinyitotta a szúszékfedelet, és elkezdte hordogatni abból a puliszkalisztet a pincébe, hogy behintse, beítassa vele a tócsában álló bort. Áldott szerencsére jött hamarosan a felesége a templomból. Látja itt is, látja túl is, hogy semmi egyéb, hanem csak kárra kár, a szegény asszony olyan pulyka méregbe begorult, hogy megint úgy ellaska sirítőzte, vagyis, hogy a tiszta nyújtófával megint úgy helybe hagyta együgyű misód, hogy az végül csak az ágy alatt érezte maga emberének magát. De az asszony onnan is kihúzta, és kilökte a kapun, hogy le is rúd, fel is út. Miska többet a lábad, benetedd a jószágra, mert kitekerem a nyakad, kiabálta az asszony. Jól van. Ha már így megesett a vásár, mit tehetett egyebet? Elindult egy ügyümiska világgá szolgálatot keresni. Ment, ment, ameddig mehetett, amíg be nem keveredett egy rengeteg nagy erdőbe. Ott találkozott kivel, az ördöggel. Azt mondja neki az ördög, hol jársz itt te ember a mi országunkban? Hát én bíz a szolgálatot keresnék, ha kapnék, mondta egy ügyű Misó. Az ördögnek éppen cselédre volt szüksége. Nagy íziben meg is alkottak. Misa persze minden dolgot vállalt, mindent megtesz, mindenhez ért. Hanem alig, hogy az ördög házához ért Misó, kezébe nyomtak egy nagy hordót, akkorát, hogy üresen is alig vonszolta. A sok ördögfióka fióka meg rárivalt, hogy hozza televízzel. Hm, gondolta Misó, mit csináljon ő most? Hisz üresen csak elvon cikálja, hol erre, hol arra a kútik, de vízzel tele megbillenteni sem tud akkor a magazinum hordott, nem hogy hazavinni képes lehetne. Hanem amíg így gyöntölődött, fontolódott Misó magában a kútnál, Megunták várni otthon az ördögök. Egyet utána küldöttek. Haj, megszeppent Misó, amint az ördögöt feléje menni látta, hogy mi lesz most. Hát, hogy valamit mégis csináljon, előkap egy fácskát, s ásni kezdi vele a kút mellékét. Hát te ember, mit csinálsz itt? kérdi az ördög. Mit? Hát azt hiszitek, hordom én nektek hordóként a vizet? Kiásom az egész kutat? És egyszerre hazaviszem. Jaj, neted, jaj, azt neted, kezdett rimánkodni az ördög, mert ha otthon a kút, az a sok ördögfiúka mind kiszza, ki s azután mit iszunk? Inkább én hordom helyetted. Ez már mondás, hagyta helyben Misó, kegyesen a leeresztkedéssel. Másnap az erdőbe küldték fájért de hogy legalább öt-hat szálfát hozzon. Megijedt Misó, hogy vigyen ő haza akkora világ nagy száfákat, mikor az ő erejéhez egy forgács is bőven elég lett volna. Törte erősen az eszét, hogy mi legyen, s aközben, hogy mégis valamit tegyen, elkezdte az egyik szálfát a másikhoz kötözgetni. Megunják otthon várni az ördögök, egyet megint csak utána küldöttek. – Hát te mit csinálsz itt? – kérdi az ördög, amint meglátta misó munkáját. – Mi te, Hisz csak nem járok ki minden nap az erdőtökre fáért. Összekötöm a fákat, és egyszerre mind hazaviszem az egész erdőt. – Jaj, ne tedd az Istenért, hisz ha otthon lesz, mind elégetjük egyszerre, stélire egy egyszer sem maradna. Inkább én hordok helyetted rátánként. – Jól van, feleli Misó. Hát hordjad, ebatta ördöge, ha nem lehet belőled a bódi pap. Hanem otthon most már összesúgtak az ördögök, hogy miképp tegyék el lábalól valamerre Misót, mert még bajt hoz rájuk ez az átkozott fajzat. Azt határozták, hogy amíg éjjel alszik, összevagdalják. Szerencsére éppen hallgatózott Misó, hát meghallotta az ördögök határozatát is kérdik tőle az ördögök este, hogy hol is szokott aludni. Feleli nekik Misó, én csak úgy az eresz alatt, a szűrőmbe Összenéznek az ördögök, ez kell nekünk, miénk az életed már, Misó. De együgyű Misónak is volt magának való esze. Amint megestül az idő, fogta Misó a favágó tönköt, s vitte az eresz alá, szépen lefektette, a szűrével már, mintha éppen ő lett volna, peterítette. Maga pedig bebújt a szalmalikba aludni. Éjjel aztán kilopóztak az ördögök. Összeaprították úgy az ördögök a favágó tönköt az éjjeli sötétben, hogy egy porcikája sem maradt sértetlen. – Na, ez ugyancsak erős volt, – mondták az ördögök, amint megvolt a nagy csata. Reggel Misó szépen előjött, vette a dirib darabra vagdalt szűrét a vállára. Így ment be az ördög hathoz, szerencsés jó reggelt köszöntve nekik. – Te vagy, Miska, te! Hát, hát hogy aludtál az éjjel? – kérdik az ördögök nagy megrökönyödve, amint elevenen maguk előtt látták. – Hát, hogy? – mondja Misó. – A bolhák szinte megettek. Égtelen sok a bolha. Nem is fekszem én többet oda? Na hiszen kerekedett is ijedtség az ördögfamiliában. Hogy is ne, amint azt hallották, hogy az ő fejsze csapásaik csupán bolha csípés számba mentek Misónál. Egynek sem volt többet istenes igyekezete, hogy úgy próbára tegye Misót, hanem nagy ízibe teletöltöttek egy feneketlen nagy zsákot aranyjal, hogy tüstént vegye, vigye, s pusztuljon a szemük elől, amerre két látó szemével mehet. Mondja nekik nyugodtan együgyű misú, de már olyan bolondot nem teszek, hogy én vigyem. Azt akarjátok, hogy idő előtt elmenjek, hozzátok haza nekem. Különben itt ülök a nyakatokon, míg az időm ki nem telik. De hiszen az örtökök inkább hazavitték neki a zsák aranyat, csak éppen, hogy menjen már tőlük. Misó akkor már otthon volt, megbékélt a feleségével. A házánál éppen be volt gyűlve fonócé, vagyis az este épp misóéknál pödörték a guzsajról a fonalat az asszonyok, mikor az ördög megérkezett a zsák aranyjal. Mert erősen ki volt a hitvány ördög fáradva, akkorát szusszogott lehelt, miközben a zsákot letette, hogy nagy lehelletével az asszonyokat, mint a pihetollat, mind felröppentette a levegőbe, hogy mind a padlás felé lebegtek. Megijedt az ördög. Fel sem tudta fogni, hogy mit is akarnak ezek most itt a feje fölött, mert hisz esze ágába se jutott, hogy az ő ziháló nagy lélegzete emelte őket a guzsajostól a levegőbe. Kérdezte Misótól nagy megrökönyödve, mit akarhatnak, Mit készítenek ellene ezek most, hogy így forognak, táncolnak a levegőben? Mert mindegyik asszony kezében ott volt a hegyes kusaj. Hát nem látod, rusnya ördöge, mondja Misó, hogy azokkal a hegyes lándzsákkal téged kerülgetnek, hogy nyársra húzzanak. Megijedt az ördög, átlépett a zsákon, s úgy elfutott, hogy még tám most is fut, ha végleg el nem tikkadott. Misó meg azután már boldogul élt a zsák aranyból, vagy tám még ma is él,